Hol van? Nyugodtan vizsgáld meg! Sziasztok! Akik szoktátok nézni a Magic epizódokat, tudjátok, hogy nagyon szeretek hétköznapi tárgyakkal bűvészkedni, ezúttal sem lesz másképp, ugyanis ebben a részben nem mással, mint a karórámmal fogok mutatni egy meglepő trükköt a megállított járókelőknek. Lessétek meg! Egy nagyon egyszerű trükköt szeretnék neked mutatni a karórám segítségével. Annyit szeretnék mindössze kérni tőled, hogy leveszem az órát, és az órán kihúzom itt ezt a kis pöcköt, és megkérnélek, hogy a mutató és hüvelykújjaddal kezd el így tekergetni, és állíts be egy véletlenszerű időpontot az órán, majd nyomd be a pöcköt. Majd csak így tekergesd, és valahol véletlenszerűen állj meg, és nyomd be, szuper. Meg fogom mutatni neked ezt az időpontot, kérlek, jegyezd meg. Sikerült megjegyezni? Igen. Arra kérlek, hogy tartsd a kezedet, beleteszem most az órát, és tedd rá a másik kezed, és így kell tartani. Kérlek, gondolj az időpontra, ugyanis megpróbálom kitalálni a gondolataidból, hogy mennyit mutat most az óra. Gondolj az időpontra. 8 óra, 7 perc? Igen? Igen. Sikerült kitalálnom? Igen. Viszont az lenne még érdekesebb, ha meg lehetne mutatni, hogy ezen az órán ezt az időpontot nem láthatja senki, ugyanis nincsenek mutatók az órán. Nézd meg, kérlek, vizsgáld meg, hogy nincs rajta semmi speciál dolog. 5 óra, 5 perc? Kitaláltam, sikerült? Viszont az lenne igazából tudni, ha nem csak kitalálnám az időpontot, hanem lehetne látni, hogy ezt az időpontot nem láthatja senki, ugyanis megmutatom, hogy ezen az órán igazából már nincs is mutató. Most az lenne érdekesebb, még ennél jobban, ha csetintek egyet, akkor megnézheted, hogy itt a kezedbe nem is láthatod ezt az időpontot, mert ezen az órán nincs is már mutató. Oh. 2 óra. Arra gondoltál? Most az lenne az igazán érdekes viszont, hogyha megmutatnám, hogy ezt az időpontot nem is láthatja senki, mert ezen az órán nincs mutató. Nyugodtan vizsgáld meg az órát. 6 óra 10 perc. 6 óra 10 perc? Ezt mutatta az óra? Viszont az lenne az igazán érdekes, hogyha meg lehetne azt mutatni, hogy ezt az időpontot már nem láthatja senki, mert ezen az órán már nincsenek mutatók. Köszönöm, hogy megnézted ezt a mutatványt. Ha tetszett a videó, kérlek nyomj rá egy lájkot, illetve ha kíváncsi vagy a további trükkjeimre is, iratkozz fel a csatornára. Fontos, hogy ne felejts el a kis harangikorra is rákattintani, így biztosan nem maradsz le a következő videómról. Én Kis V. Balázs vagyok, és nem sokára újabb trükkel érkezem. Sziasztok!